Akkor stabilusok leszünk, gyerekik, gyerekik. Elindult a fölvétel. Oké, egy üzenet. Húzzuk. Mocsári szél van. Szia, Monster! Peace! Figyelj le! Krisztián, sziasztok, sziasztok! Eltörtem a selfie botot? Nem törtem el jóban. Lehet egy kicsit megrecsent. Annyit írjatok már gyorsan, hogy stabil a live? Mert ilyenkor, mikor jön egy messenger üzenet, akkor izbéke töltőgáz, Marcel. Gyors, jó, stabil. HD-ben vagyunk, nem vagyok izé, Minecraft figura. Mocsári idő van, gyerek, ukszok, stabil, jó van, oké. Nagy lassan próbálok menni aztán. Itt vagyok amúgy a ligetbe, a békés Sámsoni szigetbe. Csináltam sportkamerás videnyókat, majd hazaértem, akkor fel is töltöm. Teszteltem az Akaszónál még a hangot, ebbe a nagy szélbe. Nincsen semmi baj a hangjával, csak visszább kellett vennem a mikrofonon amúgy, úgyhogy fai most már. Elszívja a cigit a szél. Hát majd inkább én. Mindenki menekül ez elől az idő elől. Hozza a tavaszt a szél, gyerekik. Szabina szokásához hülyen hazament most. Aztán már most túlvészelte az ótást, úgy látom. Nem tudom még mennyi ótást, mert már mondják már a negyedik, kötelező negyedik ótást is. Tiszta vicc ez az egész. Sámson City, Zséta Life. Hogy kéne menni, hogy ne fújjon annyira a szél? Itten kommandózunk. Gyere, kukszok. Itt lakik a fater. A házikóba. Lesz 10. oltás is. Hát könnyen meg lehet amúgy. Gyors, itt elmegyünk, mert jön egy kocsi ki. Szednöm kell a lábamat. Most direkt sétáltam, mert kell néha egy kis séta is. Nagyon szurkálnak. Hát engem nem. Ha nem muszáj. Én nem szeretném erőltetni ezt az ótás dolgot. Még annyi gyerekek a kamerákról, mert most meg vagyok verve ezekkel a sportkamerákkal, bocsi, de olyan vagyok, mint egy nagy gyerek, hogy az Akaszó a színesebbe vesz fel, szóval, de azon is lehet állítani, mert ugye mondta a DJ Kultúr, hogy mondjuk például a kabátom az feketébbnek tűnik, jobban kihangsúlyozza a feketét, de hát ezeken lehet állítani amúgy. Mert az van, hogy mind a kettő másban jó. Évente lesz az új magyarázat. Pfizeres gyártó. Jaja. Na ilyen házak vannak, gyerekek, csak megmutatom. Ezt nézzétek meg. Most akkor ott a sok hajléktalan. Azt itt vannak a össze összedőlőbe lévő házak. Na most váltottam kamerát, most is stabilak vagyunk még? A szél ellenére? Rákóczi utca. Azt hiszem, igen, Akaszó megy. Nem jó van beállítva még az Akaszón valami, és akkor nem bírok csak pár perces 4K 60fps videókat. Stabil, jó van. Azt hiszem a Rákóczi utca, nem tudom én. Pedig itt élek már hány éve, de mindig keverem az utcákat. Amilyenket tudom, de majd mindjárt itt ki van írva. A harapós kutya. Jó, akkor az nem az. Szia Rita, peace. Kis séta live, így vasárnap. Tegnap megcsináltam javarészt, amit akartam, úgyhogy mai nap ilyen lazítós lesz. Hát lazítós, én ilyenkor is videózok, szóval itt a fitness termünk. Ja igen, a Rákóczin vagyunk. Itt a fitness terem. Rákóczi utcai fitness terem. Kutyafa. Jaj, sok kutya van. Békés Sámson Citybe. Vöttem egy kis kaját. Most sütkérözök, majd még tojásért lehet, hogy elmegyek.
Itt Békés Sámson amúgy sok ilyen ház van, ami szinte összedől. Aztán sose értettem ezt, hogy nagyon sok ilyen önkormányzati lakás van, hogy miért nem adják oda akkor így igazából, hogy miért nem adják ki így szegényeknek, vagy hajléktalanoknak, vagy valami. Nem értem ezt az egész szocpolitikát, gyerekik. Nagyon jó ez a kabát. Jó, ilyen kis szörmés, a kapusznia is szörmézett. 10 kávót, 11. Igaz, ez nem eredeti geliszta bőr, ez műgeliszta bőr kabát. Nekem nem kellene egy házőrző. Á, nem! Amúgy, majd én őrzöm a házat. Nem, mert abból is a baj van, aztán én úgyis ilyen, nem ilyen kis plüskutyát vennék, hogyha hanem valamit támadó ebből, azt nálunk hamar ki szaladna a kerítésen. Szerintem úgy, hogy macskáink vannak, 8 körülbelül örökbefogadott macska, azt csókolom. A gyerek téma mondjuk, arról is csináltam egy vlogot, erről is beszélek így röviden majd, az Ádám Mobil 2-re fogom feltölteni ezt a vlogot. Olyan 6 perc jövő. Repös pitbull kutya, jaja. Elkezdtük volna live-ozni azelőtt. Az épp az átrendezési videót néztem. Jaj, kicsit átrendeztük a szobát, de aztán elraktuk a kis lámpát, mert hogy mondjam, nem kell oda annyi lámpa, már ott van a neon is. Az meg ugye vezeték nélküli. Úgyhogy elég a neon a konyhasarokba. Úgyhogy azt elraktam. Nem tudom, lehet, hogy még most a mikrofont is elrakom, mert majd tavasszal most kell a hely amúgy, a radiátor ugye most folyamatosan üzemel. Na, aztán kell a hely. Na, visszatérve erre a témára, hogy a gyerekvállalás, én nem tudom amúgy mikor leszek arra kész. Lehet, hogy soha. Tényleg, hogy nem tudom eltartani, meg ilyenek. Meg azt, hogy nem szeretnék, de nehogy visszaesek a piába, szóval, és egy gyereknek nem szeretném azt. Nem szeretnék egy gyereket annak kitenni, annak a pokolnak. De nem is szeretnék amúgy visszaesni, tényleg. Én megéltem eléggé az alkoholnak a bugyrait, mélységeit az alkoholvilágnak. De azért persze bennem van ez a félsz. Nem gonoszságból, de Szabinának is. Igen, Szabinának is kell még idő. Úgyhogy ezek nem olyan egyszerű dolgok. Most ilyen komolyabb témájuk sétalájuk. Ilyen is kell, gyerekik. És nem tudom, hogy állítsam be. Ugye a kamerába közben nézem magam, ahogy esik a fény. Kis puszta. Imádom ezeket a sportkamerákat amúgy itt tesztelgetni meg minden. Hogyha jó lesz, nem ez a orkán erejű szél, meg ilyenek, kitavaszodik. Vannak ötleteim amúgy, majd lesznek ilyen csavargós, sportkamerás, ilyen vlogok is, meg minden. Most gyerekek, nagyon süt a nap, de fúj a szél is. Ez ilyen tavaszias idő kezd lenni. Na, amúgy meg itt van az egészségház. Szigizni azt leviszi a fejemet. Azért mondom, itt van az egészségház gyerekik. Aztán itt szokott lenni ilyen családsegítős. És akkor ugye vannak a farmerek, amik rám nem lettek jók. Amik a csomagban voltak. Ezt be fogom idehozni. Megnéznék egy bréktáncot. Úgyhogy a kamera fejeden onnan milyen. Majd még lehet azt is kipróbáljuk. Marce. Mi ez a hang? Na itt van az új antenna. Azért mondom, itt jó a jelenőség. B-Jack City-be. Azért is kérdezem mindig, hogy milyen a live minőség. Mert nem az antennákon múlik. Itt csutkán van a 4G. 5G az szerintem itt nincsen kiépítve, de a 4G-s hálózat az elég jól működik.
kétszer volt probléma vele. Már így a telekomos részsel. A Vodafone az nagyon panaszkodnak rá. A Telekom az aránylag jó. Nem. Egyszer vagy kétszer panaszkodtam így a Telekomra. Meg amúgy, ahogy azt higgyétek, hogy mondjam, szóval nagyon sok múlik azon, hogy milyen a jelerősség. Hiába van, mit tudom én, milyen iPhone, meg akár mi az embernek, hogyha szar a jelerősség, akkor nem tud jó minőségbe live-ozni. Ez a HD, meg abban reménykedek legalábbis, hogy most HD-ben vagyunk, vagy legalább egy 480p-be, de az legalább stabil. Szóval a Xiaomi-val amúgy azért nem annyira live-ozok, mert az is jó lenne, mert szeretném visszavenni rajta a felbontást, hogy ne 1080p-be vegyen, és sokszor azért szaggat be, mert szerintem azt meg már nem bírja. Ahhoz kéne egy 5G Full HD-ba, ilyen mászkálós live-okat csinálja Full HD-be. Az nagyon sokszor beszaggat valamiért, nem tudom. De a Huawei-em is így volt, úgyhogy nehéz olyan telefon találni, ami úgymond stabil. Más live szempontjából, szóval stabilan lehet vele live-ozni. Már kezdek kicsit kajás lenni, mondjuk egy-két ripsrops még maradt otthon, de valami komolyabb kaját kéne rottyintani. Aztán majd meglátjuk, valamiféle videós teszteket még szeretnék csinálni. Takarítás tegnap le lett tudva, azzal most nem kívánok foglalkozni, még a robogót is kicsit lemostam. Azt is azért karba kell tartani, mert olyan terepeken megyek néha. Sodi. Köszönöm szépen a tagságot, rajongói szinten. PUBG, azt hiszem, így mondom, hogy PUBG, jó? Sodi mondja Huawei-ről, nem lehet hibája. Dehogy is, a nettel van a baj. Szia PUBG, várjál. Azért adok modit, adtam is modit, így belépte a tagságba. Azért adok moderátort, hogy tényleg itt a Z-Live-omban ne legyen ilyen trollszkodás, szóval ne legyen a egymás tiltogatása. Úgyhogy belép valaki, akkor szinte egyből. Ádám, lehet a kérdésem, nyugtató. Hát én nem olyan sok faj, hát próbálok pár fajtát, de sokszor azt se tudtam, miket. Nem mindenre emlékszem, hogy miket írtak ki, de szedtem egy pár fajta nyugtatót. Ki is volt írva, pszichiátriai eset voltam, gyerek. De amúgy meg ez kamu. Az orvosok olyan hamar eldöntik, hogy te pszichiátriai beteg vagy. Szedtem az a fehér volt, ja. Szedtem a 2 mg-os rivotrilt, igen. De aztán az valahogy így eltűnt, csak ezt a 0,5-öset adták. Én szedtem, igen. Volt egy ismerősöm, egy csaj. Még mindig stabilak vagyunk? Volt egy csaj ismerősöm, aki nagyon durván gyógyszerfüggő volt, és ő ezt a két miliset szedte, aztán tőle kaptam amúgy. Leginkább nekem a két milis nem volt kiírva, én szeduxent, azt nem nagyon tudom, az mire jó, amúgy az is nyugtató. Vagy fájdalomcsillapító az, nem? Inkább. Nem tudom ezt én. Én aztán Rivotril, Frontin, Remeron, tényleg még ez itt. Remeront azt még. Az elvonó kúrán azt szedtem a Remeront. Azt azért szerettem amúgy, mert persze szerettem én ezeket a nyugtatókat. Volt pozitív hatása is, mert nagyon jó étvágyam volt tőle. Peace a... Nagy a szél, Danes, peace. Nagy a szél. Jaja. Nyugtató a Xanaxot szedtem 3 mg. Nekem a Xanax nem jött be annyira. Meg amúgy egyébként hosszú távon egyik se. Szilveszter, kor haverom úgy kitette magát 2 mg-tól, hogy még pár, hogy ittuk, hogy mentőt kellett hívni. Hát bele is halt, a szíve leállhat, hogyha nem bírja. Elmondanám. Ha nem elég szívós a szervezet, akkor gatya. Itt reggel óta nincs áram, mindjárt lemerülök. Nincs valami powerbankod, Danes? Ilyen esetekre szerváljál egy powerbankot. Nálunk is van ilyen, hogy nincs villany.
Na, szóval bele lehet halni, persze szívleállást okozhat, vagy légzésbénulás, vagy akármi szart. Mondom, nekem is kurva nagy mákom volt, mikor én 50-100 szövet beszöttem, túléltem, simán beledögölhettem volna. Beszedegettem az egész dobozzal. Tényleg volt, hogy egy nap. Ezt nem is emlékeztem rá. Akkor patuskáik kis voltak, akkor is 30 szemet már beszedtem. Őszi a válaszokat amúgy órázban, hogy szednek le ezekről. Hát úgy próbálják, elmondom mindjárt. Csak nagyon fúj a szél, van powerbankom, de most... Ja, értem, akkor szivacs, DJ Kultúr, oda visszakapcsolódott, de van szünetmentes. Ja, az jó, szünetmentes akkor. Azt még én is tudom, hogy mi. Szóval akkor van még egy kis energiaforrás, az a lényeg, még nem szakad meg. DJ Kultúr, túj! Na, erre mi is volt a kérdés? Ja, hogy szednek le az izéről, a gyógyszerről? Lecsökkentik az adagot. Ez az általános amúgy. Lecsökkentik a gyógyszer adagot, a végén már csak ilyen felett szedsz. De nem könnyű lejönni. Még talán hosszabb idő, mint a pia. Az a baj, gyerekek. Mert nagyon sokszor jártam úgy, ugye szedtem ezt a Rivotrilt, ezt még itt elmondom, és piáztam is, és volt, hogy mondjam, szóval hiába rúgtam be, ugye gyógyszerfüggő is voltam vagy vagyok, és kívántam tovább a... Hiába voltam berúgva, a szervezetem kívánta a gyógyszert, és hiába voltam bepiálva, hiába szereztem piát, végig szarú voltam, mert a gyógyszer hiányzott a szervezetemnek. Na, és akkor még az több hét. Most én nem szedek, én már teljesen abba hagytam ezt, én már nem... Figyelj, elmondom neked, most én úgy hívlak, hogy PUBG, hogyha nem baj. Nekem is eszembe jut a gyógyszer is, néha, hogy amikor ideges vagyok, vagy nem tudok úgy aludni, akkor beszednék egyet, ezek a dolgok megmaradnak. Amúgy, de nem szeretnék már szedni, akkor se. Elvileg három drog elvonásba lehet. Nyugtató is. A heroinba pont nem lehet tám belehalni. Úgy tudom, hogy abban nem lehet. PUBG, oké. Na, csak mindig elterelődik a beszéd. Mit gondolsz, hogy Sodi Bertika? Ja, hogy csináljak egy ilyen kielemzős live-ot. Ádám mobil kielemzős live-ot, Sodi. Sodiról meg Berciről. Hát csak gratulálni tudok a dologhoz, hát egészségükre most ez. Mit szóljak ehhez? Akkor csak az első. Hát igen, a heroinban nem lehet, nagyon szar az elvonása, de a piában meg a nyugtatóban bele lehet, igen. Meg bele is halt már sok ismerősöm. Sajnos. Az a nő is belehalt, aki adta nekem a 2 mg-os. Szia Gábor, pisz. 2 mg-os gyógyszert is, akitől kaptam. Az is belehalt. Kicsit fordítunk a kamerán, mert jön egy kocsi. Megvárjuk, hogy elmondom. Na hát ne legyen itt vinyálás, hogy másokat kamerázok, úgyhogy új kameraállás. Na, a gyógyszerben a piába bele lehet, simán elvonásba. Meg hát a mája szétrobban, meg vesét tönkre megy, hogy nem, piába simán. Gyógyszer, légzésleállás, szívmegállás, maradt vissza valami káros. Hát figyelj, most annyi, hogy a májam az roncsolja, ja igen, a májat is roncsolja a gyógyszer. Hát a gamma értékeim azok, ugye ez a máj funkciókat mérik, a gamma értékeim, meg ez ilyen máj funkcióim azok. Romlottak az utolsó időben valamelyes, de annyira tudtommal annyira erős károsodást nem szenvedtem. Szóval ezért is hálás lehetek. Gyerek szívós, érzékeny ember vagyok így lelkileg, de viszont a fizikális felépítésem, a szervezetem az meg úgy tűnik, hogy elég szívós. Ez a szerencsém. Ezért úsztam meg annyi mindent. Ha mondom, Mercek is küldtem videót, hogy mikbe voltam. Hát hideg az nincs, csak fúj a szél. Teknőc. Kis Zoltán, pisz, üdvözöllek téged is. Ja. Hát rengeteg dolgom lesz még tavasszal, gyerekik. Mert hogyha minden jól megy, akkor... Hát most még azért még csak tél van. Hát ezt a házat is rendbe kell raknom meg, hogyha... Megyünk az Albiba,
hogyha tényleg az meg tudjuk oldani a polgármesterrel, nyilván csevegés. Végre nyilvános csevegés. Nem nyilvános, csak felvettelek moderátornak. Tagmódba szoktam videózni. Csak néha felveszek modinak embereket, akiket látom, hogy normálisak. Azokat süttyom. Titokba adok neki modit. Szoktam ilyen meglepetéseket csinálni, gyerekek. Ujjám a szél. Úgyhogy orvos írja fel, akármennyit, ha úgy van. Nekem sokat felírtak, de már a doktornő már nekem nem akart adni. Maradjak még, vagy menjek? Ha itthon vagyok, amúgy elkutszok. Maradhatok még egy kicsit. És vasárnap van. És ilyen pihenési, lazulási lesz. Ja, hát nem a legjobb a gyógyszerfüggőséget is jócskán megéltem. Egy kézzel kibírom nyitni. Rengeteg ez kell még ezen a házon dolgozni, gyerekek. És nem akarom, hogy össze csapassunk egy kávét. Jó van, ha bírja a teló, akkor jó van. De az a lényeg, amúgy gyerekek, hogy itt a mennyezetek azok jól meg lettek csinálva, szóval. Szóval a kis robogó, egy kis séta nem árt az embernek, amúgy gyerekek. Ez mondjuk a kommandós csinálta, az ügyes volt kommandós. Itt a mennyezeteket le volt szakadva mindenhol, szóval azért ebben már rendben vagyunk. Vízbe van kötve. Persze ezt a házat is rendbe kell rakni, szóval ez nem így működik, csak a családunk háza. Köszi, nagyon sokat néztem a videókat. Hát csak úgy adtam majd. Meg ugye a másik csatornához, ha lájkozok, figyelj, még azért érdemes feliratkozni a másik csatira, az Ádám Mobil 2-re, mert ott szoktak lenni nyitott lájkok, néha, lehet ma is lesz. És aki látom, hogy tényleg hogy látom, hogy normálisan áll hozzá, meg normálisan kommentel, meg minden nem kötözködik, azoknak szoktam amúgy adni modit, az kész. Mert amúgy nem örömömben van ám ez így, meg nem azért, mert sokan azt mondják, hogy csak tagságot akarok. Nem, azt szeretném, gyerekek, hogyha normális live-ok lennének itt, fűzúgásod nem volt a gyógyszertől. Hát nekem az nem, olyanom nem volt. Szívem, pánikokat kaptam, gyerekek, hajzétül a gyógyszertől. Na, fölveretünk akkor egy kávét, reméljük, hogy stabilak vagyunk. Speciális ajtózárat fölrakjuk. Ja. Ma megint mennyi szemét van itt. Na, összegyűlt a kukába. Jó, most nincsen kedvem úgy szerelgetni, vagy szereljem fel a izét. Várjál már. Na, felszerellek benneteket a tripodra. Normálra, mert ugye selfie-boton vagyunk most. Aztán főzünk egy kávét. Várjál, hogy van ez? Ja, így kell fölcsavarni. Most beleláttok itt a kulissza dolgokba, meg bekapcsolom a gépet is, mert közben most így elmolyolok, ha nem baj. Nektek akkor elmolyolunk itt egy kicsit. Jó, még így átfordítsuk, reméljük, hogy bírja. Jó, oké. Selfie bot. Ezért kellett nekem ez a kis hordozható selfie bot is, mert sétára amúgy jobb ezt használni, mint a nagyot. Szóval ez könnyebb azért kellett a kicsi nekem a kis selfie bot, majd meglátjátok. Mert ez a hordozható vlogger pálcám, kis ekkora az egész. Ez kis ilyen selfie bot, 6-700 forintos. Így, és akkor ez mindig nálam van. Ide szoktam rakni egy öngyújtót, ami most nincs itt, de majd rakok. És akkor van itt ez a kis tartó, ide rácsíptetem így. Ez a kis vlogger botom. Vlogger pálcám, varázspálcám, gyere ki. Na mi van itt? Van egy kis hagyma. Úgyhogy engem békén hagyma. Hoaaaaa! Monster! Gyerekek, Monster Rehab. Monster Rehab, ezt majd lehet, hogy nem is a kávét, akkor tényleg el is felejtettem, hogy ottam. Nem kitök. Van itt még egy kis kaja, úgyhogy meg tojás majd még veszek, úgyhogy majd hoppá, ne, be van rúgva. Izé. Vettem egy dohányt. Ez köllött. Ja, és akkor most még ezt használtam most a sportkamerákhoz. Látjátok, itt mindenféle ilyen speckós eszköz van, ezt is mondom, egy nézőtől kaptam, azt elég jó bírja. Hát már mióta megvan, már másfél éve. Csak hát azért kapott ez már hidegöt, melegöt. Ez a kis tripod, ez a kis mini tripodom.
Most az a jó, hogy a sportkamerát ugye így tudom rácsavarom, azt akkor így tudom tartani. Szóval van ilyen kis sportkamera tartóm is így ezáltal. Úgyhogy ennyire izé érdekes tuccaim vannak. Na mindegy, gyerekek. Hát egy videósnak kellenek ezek, amúgy aki komolyan szeret videózni. És akkor ebben meg van az Akasó, most ebbe a GoPro az tőtőm, az Akasót vittem magammal ebbe a kis táskába, ebbe, mert féltem néha, hogy valami baj legyen. Hál' Istennek még nem karcolódott meg a kis kamerája, mert eléggé ellenálló, de hát ezt majd mondjuk inkább az idő fogja eldönteni. Aztán vannak rajta amúgy videók, mondom, most csináltam egy pár videót, csak gondoltam visszafele, lágozok egyet, na megint nem írja a kommenteket, hány támogatód van amúgy. Ja, hogy hány tagom van, Teknőc, szia sakál, pisz. Igazából, hát változó, voltunk már 60-an is csatornatagok, 47-50, változik. Ez változik időnként. Vannak, akik már régóta itt vannak, nagyon régóta. Miest elértem az 1000 feliratkozót, akkor be is léptek a tagságba. Amúgy régóta velem vannak, olyanok is vannak. Jaj. Gyerekek, dobjuk már föl közben a videókat, föltöltöm. Megnézitek, hogy hogy működik az Ádám mobi itt most nagy vágásokra. Ne számítsatok, mert nem lesz. Közben benyomom a gépet. A radiátort ilyen kis fokozaton így hagytam, mert most azért ez a szél, ez kihűti a lakást. Úgyhogy kis fokozaton így hagytam a radit. Most azzal fűtünk. Ezen a télen, mert tavaly télen is már használtuk a radiátort, amúgy nagyon jó, gyerekek, tudjátok miért jó? Ez izé volt, kaják voltak ide felakasztva régen, most meg kabát van, meg kulcs, meg ilyenek. Ez egy izé volt, ez egy kamra volt, gyerekek. Ez egy kamra volt. Ja, várjatok, majd kicsit meg kell osztanom a netet, megosztom magamnak. A netöt. Nekem ezért kell, amúgy erős net kell, sajnos ilyen egy-két megabájtos, vodafonos netökkel. Nem nagyon tudok mit kezdeni. Most a powerbankot is, ugye mindent kell használni, mert tönkre mennek az aksik. Most a powerbankot is használom, aztán nézzük, feltöltődött. És feltöltötte 100%-ra. Oké, nagyon fajn. Jó, akkor ide megosztottam a netet. Jó, ezt most kitörlöm a kommenteket. A kommenteket itt Messengeren írta. Ezzel a kis kábellal szoktam USB-n keresztül megosztani a netet a gépre. Közben nincs komment. Hát így most így maradok. Ha gondoljátok, nézzétek, unatkoztok, de én is csinálom itt a dolgomat közben, jó? És hát a dolgomat, hát a hobbimat, mert... Oké, kis tripodat ide, és akkor hol van a kis... Izé, baszki. Hú, van a kis kábel. Ja, itt van a GoPro-nál. Jó van. Na, itt van. Majd főzünk kávét is amúgy, majd mindjárt, mert most megittam már. Amíg maradt két riprop, úgyhogy éjjel nem haltam volna. Itten töltődött a sportkamera. Hát, de lehet, hogy nem is kell ez a kábel. Van itten másik kábel. Nagyon tele van a szemetes, már megint mindig tele van gyorsan. Kódot játszod még? Ah, nem nagyon szoktam játszani, az a baj, mert jaj, nincsen rá idő amúgy. Kicsi Giro, üdvözöllek, én is iszok egy kávét, mindjárt földobunk egy kávét, gyerekek. Most kitanítottatok, hogy hogy kell, na most már menő leszök, majd önállóan elkészítek egy kávét. Csináltam elég sok vidanyót, na végül is közben mutatom itt, mutatom azt is, hogy mit csinálok. Bánya, kánya. Így szoktam, itt van ugye a kis fedélzeti központ, az Ádám mobilos. Ráteszem a izét, hozét. És akkor most nem kapcsolódik, vagy mi a tököm? Kikapcsoljuk az Akasót. Oké, hogy bekapcsolom. Na. Most miért nem akarod érzékelni? Hozzam a másikat, vagy mi az össze? Aha, akkor megnéz. Lehet, hogy az, hogy nem tudom. Mi van már veled te? Ó, te fiú, hozom a másik drótot. Jobb ez a hosszabb. Ja igen, mert ez az eredeti, csak ugye a GoPro-hoz is hasonló kell, és akkor... Na.
Oké. Okay. Jó, meg vagyunk. Én így szoktam, küldött Molnár Krisztián ilyen pendrive-ot, vagy micsoda, ilyen átalakítót, de én így szoktam. Connection. Oké. Okay. GTA is fenn van. Hát kéne játszani, gyerekek, de amúgy én... Amúgy tök érdekes, hogy te sohasem káromkod. De szoktam én is káromkodni, hogyne? Van, csak nem nagyon akarok. Most mi értelme? Ittán vannak a videók. Várjál. Oké. Okay. Ide kihúzom az asztalra, aztán majd innen majd kikeresgélem. Na, jó van, gyerekek, azt akkor. Oké. Okay. Már még annyi, hogy az internet meg van osztva. Jó van, ha itten ilyen, akkor hálózat. 210-es hálózat. Mindig kiírja újra. Kiírja ezt a hálózat történetet. Na. Na, veressünk akkor egy jó kis szarvasi kávéfőzés. Gyere, kikszáá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  De nem tudom, ebbe a kukába, vajon ebbe bele tudjuk veretni még a kávézacot. Megpróbáljuk. Gyerek, kicsök! Szoktam én káromkodni, de hogy is nem vagyok én olyan úriember, hogy azt higgyétek. Aki ismer, azt tudja, mert néha az Ádám a káromkodást fújja. A GoPro-t elveszük innen, mert nem szeretném, hogy megsérülne. Úgy köszönöm szépen, Krisztián, még egyszer, így sokadjára is, nagyon fasz a kis gép. A GoPro, az GoPro. Na, csak a GoPro appal vagyok most megverve, mert egyszerűen nem, hiába töltöttem le. Na, mi a szösz? Így belekeményedött. A betyár mindenit. A betyár, ez tényleg több bárra nyomja bele. Nézd már ide, egy kanállal kell kiszednem a kávézacot. A kávézacot, gyerekik. Ajajaj, hát ezt nem nagyon szeretem az ilyet, hogy úgy kell kikaparjam. Ez tényleg nagy összetömörítette úgy a kávét, hallod? Ez igen. És a bírom kaparni belőle. Aha, na most már kijön. Oké, és oké, még mindig van benne. Szerintem ebben még egy kávét le lehetett volna főzni. Akkor nagyon csóró voltam, gyerekik. Gyere, kukszok. Most se vagyok gazdag. Ki kell szedni, amíg friss. Ja, igen, az lehet, de most nem értem rá, mert más takarítottam, de igazad lehet, így van. Jó. Mikor nagyon csóró voltam, egy kis vízzel kimosott. Hát, ja, de most nem kell, mert teljesen kikapartam. És akkor most megtanultam, hogy a nagyjából a piros csíkig, piros, hát így, vagy meddig a fémes csíkig így, Ennyi jöhet nyugodtan. Jó, oké. Okay. Akkor most már elméletileg lecsavarhatom a tetejét. A szart se láttok mi. Jó, bocskerálj. Majd láttok valamit. Oké. Okay. Mert elméletileg videós lennék, azt látni kéne, hogy mit csinálok mi. A rongyot is kicsit kimosogattam tegnap. Adtam neki még zsíroldót is. Lehet, hogy bolond vagyok, de hát ez van. Na most óvatosan. Jó, hogy ne öntsem a tetejére. Jó. Szarvasi kávéfőző. Azt mondom, hogy ne legyél önző. Na, oké, így rácsavarjuk. Jó, rácsavarom. Ez mi? Ja, igen. És akkor úgy csináltam, várja tegnap. Tegnap főztünk először vele, hogy ezt a rongyot ide leterítem a radiátorra, így, és akkor megáll benne ez a tartókája, így, pont jó. És akkor a kávét, ugye a kávét nyugodtan bele tudom tönni, látjátok? Így. Így. Oké. Okay. Ja, igen, ez a merci sodi dologhoz, én szerintem, mit mondjak most ezzel kapcsolatban, gyerekek, hát valami sztori kell a nézettséghez. Hát itt van a nagy videósok is mondták, hogy most ha nem történne ott mindig valami botrány, akkor őket se néznék sokan. Ennyit tudnák mondani, szóval, hogy kell mindig valami show. A show-nak mennie kell, gyerekek, szóval ennyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani. Meg a másik dolog az az, hogy mondtam már ezt is videóban, hogy Merci az össze tudná magát szedni, ha akarja, de az az igazság, hogy hogy mondjam, sokáig hajléktalan valaki, akkor megszokja azt a
lehet azt az életmódot, azt mondják, és akkor már utána nem nagyon tud visszailleszkedni így a társadalomba, vagy hogy mondjam. Nem tud a társadalom hasznos tagja lenni többet. Na, remélem jól fogalmaztam meg. És ennyi. Na, úgy gondolom. Na, jó beleraktam el, ha nem, akkor pofára esés. De szerintem jó benne van, reménykedjünk benne. Jó? Oké. Mindjárt olvasom a kommentet, nyugi gyerekek, csak nem akarom elcseszni itt a dolgokat. Jó? Jó, elég fixnek néz ki. Ja igen, és akkor itt van a kapcsolója. Jó. Hát azt imádkozunk, hogy nem robban fel. Ezt lezártam. Jó. Oké, és akkor ebbe meg... Hát most nem kevertem ki, majd ebbe átöntjük azt akkor. Keverek hozzá tejet Mercinek, valahogy ez így kényelmesebb. Amúgy tisza virág kapcsolat lesz. Hát én szerintem ez nem is igaz amúgy. Ez csak megint a nézettségre megy ez a dolog. De ez csak az én véleményem, hát ne így legyen, de saját rójai írták, hogy ez most egy ilyen újabb balhé a nézettségért, vagy egy újabb dolog. A múltkor is mondta, hogy mennyi pénz van. Ja, persze, nem halnak ott amúgy éhen ők se. Az a hitelkártya. Meg hát Sodi segít neki, hogyha akar, amúgy el kell fogadni a segítséget. Amúgy. Az is egy dolog. Azt is meg kell tanulni elfogadni. Van, akinek az egója azt se engedi, hogy elfogadja a segítséget. Ja, gyerekek. Odáig is el kell jutni. Pláne tudjátok, mikor nehéz ezt beismerni, hogy valaki segítségre szorul. Nézzük. Hogyha közben itt pakolok. Oké, így jó lesz, így a kávét is ki tudom venni. Hogyha sok pénze van valakinek, és akkor onnan csúszik le egy szintre, akkor sokkal nehezebb elfogadni a segítséget. Mondta, hogy elég sok pénzt kap a YouTube-tól. Hát nem, szerintem a YouTube-tól nem, inkább a nézők donétjei szerintem. Hát, de nem mondom, pár éve Sodi meg gyűlöltem meg. Hát, ez a nézettségért megy gyerekek szerintem, nem tudom, én ezt gondolom, hát. Mert egyszer-kétszer, persze mindenkinél vannak balhék, de folyamatosan? Szóval, na mindegy, nem az én dolgom amúgy, meg én ennyit tudok mondani. Na, és akkor közben, amíg lejön a kávé, addig lehet, hogy elindítok egy kézföltöltést, vagy nem tudom. Azon gondolkoztam, hogy ezt a három videót a kisebb csatimra rakom föl. Oda is ígértem amúgy vlogokat, meg minden. Hát ez Sodi is mondta, hogy a balhé hozza a nézettséget, meg szerintetek az ilyen betelefonálós videók azok most amúgy miről szólnak? Hát normális ember, hogy mondjam már nektek, gyerekek, hát az, hogy valaki így betelefonálgatnak, ilyen betelefonálós live, és akkor ott a szivatják a Sodit, nem tudom, ez csak a nézettségről szól, de hát ő is bevallotta amúgy. Úgyhogy ezek nem olyan dolgok, amiket most olyan meglepő dolgok, ezt mindenki tudja, hát. Ezek a trash videós harcok ezért azért folynak a nézettségért. Jutka lesz a gyertyatartó. Ja, meg ilyen vicces dolgok is ezek, úgyhogy jaja. De amúgy szerintem ez semmi nem, kamu amúgy. Sodi mondta, hogy nőként aki. Hát persze, most mondani, amúgy elmondom, hogy a videókban akármit lehet mondani. Szóval azt is mondhatom, hogy én egy mamut vagyok, gyerekek amúgy. Ezt is lehet mondani. Az újdonsült párról, arról beszéltünk egy kicsit, nem, én is mondhatom azt, hogy mamut vagyok. Vagy hogy például, mert én is tudnák ilyeneket, hogy holnap kineveznek Nagy-Britannia elnökének, vagy elindulok a választásokon, meg ilyen kamukat tudnák én is amúgy kitalálni. Mint mondjuk azt is eljátszani, hogy berugok, vagy valami visszaesek, meg ilyen csomó minden van amúgy. Lehetne itt csinálni nézettséget, meg, de én már ezt nem akarom. Itt így elbeszélgetök, el vagyok kis világomban, gyerekek. Így veletek, így is vagyunk 50 századéja. Úgyhogy én már nem akarom ezt a... Dúl a láb, jön a tavasz. Jaja. Na, a gyerekek, jön a kávé. De most minek főzök kávét, mikor hoztam energiaitalt? Na mindegy.
Felturbózom most is tisztára magamat. Mert bizony most már lefőztem a friss kávét, meg fogom kóstolni. Ha megáll a szívem, akkor is. Ha humbótá! Mikor lehet ezt lekapcsolni? Várni kell egy kicsit? Hú, bazd meg! Az itt nem lesz így jó. Nem tud kijönni a levegő. Tud kijönni a levegő. Kicsit. Hát ezt meg kell mozgatni. Ez igen. Na majd lehet, hogy itt már... Na mindegy. Oh, az igen, jó forró. Izok veled. Jó van, kávézzatok velem. Ha bírod a fejem, hát te is kávézz velem. Annyi dolgozok, néha kilóg a belem. Pizbéka a jelem. Bírják a búrám a fejem. Na, ide egy kávét most már velem. De tényleg gyerekek, csak egy kis kávét. És azt is izével. Most tejporra. Szerintem most már le lehet csukni. Úgy mi? Még itt van az izém is a... Hogy hívjákom? Itt van az energiaitalom. Mondjuk ez ilyen gyógyító energiaital. Vagy hogy mondjam már nektek? Humbal teteje. Itt van. Ez ilyen gyógyítós energiaital. Jó, hagyj ülepödjön le. Hagyj féljön le. Most itt hagyjuk. Jó, el van készítve minden. És ittam helyet meg egy kávét. Vagy lehet, hogy majd estére iszom meg a helyet. Nem tudom, gyerekek. Én is csapattam egy teljes kávét. Szerintem ez a... Majd lehet Szabidával megisszük este, vagy nem tudom, ilyen monsterre hab. Ez olyan teás, amúgy tényleg ilyen teás íze van. Valamelyik néző írta itt, hogy ez ilyen teás. Ez a rehab, de ez nem is a... Nem. A doktor. Ez sem rossz ez a rehab, de az a doktorosat akartam venni, de véletlenül ilyet vettem. Úgyhogy ez van. Estére az szerintem ne. Estére ne. De ezt is szeretem, ez a rehabos is jó. Stílszerűen mi. 8. rehab a halál. Van ilyen profil. Azt szoktam amúgy röhögni, a profilokat csináltak. A Békés Sámsadi láncfűrészes gyilkos, meg mit tudom én, reggel adom fel, most vásároltam be Krisztiánka. Ú, tényleg! Köszönöm szépen, így előre is. Figyelj már a barátnődnek a csatiát, azt linköld már be, mert nem találom a új Krisztián. Tele van a koffein, szarul fog szarulni. De azt amúgy sem tudok aludni, gyerekek. Az a baj, hogy Ádám mobilnak problematikus az alvás. Ha van, amikor elájulok, csak úgy. Na nézzük. Hát tudom, hogy tele van koffein, hát azért csinálom. Oké. Majd délután meg a Monster beveretjük. Úgy is lesz még live. Ó, nagyon jó. Jó lesz egy. Ó, de jó illata van. Betyárját. Ez nagyon jó ez a kávéfőző. Úgy. Kis kotyogós most pihenőre ment. A kis kotyogó, rotyogó, totyogó, ó-ó-ó. Felétek. Nagyon nagy szél van. Hát gyilkos. Majd rakom felfele. Nem leszek most olyan sokáig, gyerekek. De... Fölrakom majd a izéket, a videókat, majd érkőzök a sportkamerás videókkal. Hangteszt, szélzajteszt, meg minden lesz. Ádám, legyen már ebbe a szeles időben egy főzős live. Majd sütős lesz, sütős live. Majd még el kell mennem a bódba, mert tojást vennem kell. Lehet, hogy lősz, de nem most. Ú, de jó ez a kávé. Most ez így, amúgy újra melegítve, nem olyan. Tényleg így a legjobb, amikor frissen le van főzve. Így betyár egy cigivel, nagyon jó. Betyáros. Az is lehet a Monster, az már csak majd hónapra marad, nem tudom. Nem merek már annyit, gyerekek, én se izé, ilyen koffeineket, meg mindent olyan sokat, mint régen. Féltem a tyúkszaros életemet. Ja, igazi jó főzés lehet, bundi, kenyér, live. Az lehetne amúgy, de most kenyeret azt nem moztam. Kenyeret is kéne venni többet, amúgy. Legalább egy fél kiló kenyér kéne, meg tojást. Lehet, hogy lesz valami, már most lehetne egy bundi kenyér. Ja, amúgy adom. Lehetne egy bundi kenyér live. Várom már az 5. gyalogukszok. Szabina otthon van, ilyenkor mindig hazamegy. Na, hanyadika van már? Oly, még 30? Á, baszki. Még 5. odév van. Na jó, van, nem baj. Humbótá. Ilyenkor otthon van Szabina. Mindig megnézi, hogy anyukájáékkal mi van. Hú, ez nagyon jó az a kávé. Jó meleg teával. Hát mégis teát is lehet itt csinálni. Figyelj, Krisztiánka, linkeljétek már át a barátnődnek a csatiát, mert nem találom a csatiát. Szóval mit dolgozik amúgy. Hát ő villás.
Most itt nem mutathatom meg, mert csináltam egy-két videót, amiben ő is dolgozik. Ő villázik, én kivágom a nádat, ő meg villázik. Szóval az van. Ja, meg hát minden, meg kaszálni azért nem, azt nem mondtam neki, hogy kipróbálod a kaszálást, azt mondta, hogy azt nem. Villázni szokott utánom a nádat. Vagy meleg szendvics, hát az is lehetne amúgy. Jó kis meleg szendvics, de most ilyen fasírt golyót vettem, az a baj. Nekem az a szörnyűbb gyerekek, hogy nekem nem kell annyira nagyon főznöm, mert jó, most mamám nincs itthon, de mamám szokott azért főzni azt. Tudjátok, igazi főtt kajákat azért ott szoktam enni. Nem vagyok egy mesterszakács. Mert baba az úgy ráér. Neki sincs mindig kedve főzni, szóval nem eszek mindig főtt kaját, csak amit itt láttok néha azt. Sütök ezt, azt, azt, meg nasit. De azért mama így egy héten párszor, egyszer, kétszer, háromszor szokott főzni, vagy még többször is, és akkor ott szoktam kajálni. Brassói is. Volt már brassói live. De majd még valami. Hát azért be kell vásárolni, mert a hús se olcsó. Az inkább ilyen fizetés környékén lenne esetleg. Meg lesz itt majd több főzős live is, gyerekek. Most ilyen kávézós, beszélgetős, aztán meg majd felrakom a videókat. De azon gondolkozok, hogy most a kis csatira, a Ádám Mobil 2-re, most itt vagyunk 67-en. Gyerekek, dobjatok már egy szubot a Ádám Mobil 2-re. Valaki be tudná itt linkölni? Ádám, akkor lesz jó bográcsos live, vagy... komoly kis kaja live lenne, ha rájgé. Hát majd itt lehet csinálni, lehet róla szó, Krisztián, amúgy csak tavasszal. Szóval most nem ezekben a szélhalálokban, biztos, hogy nem. De amúgy jó, nem rossz ötlet. Itten úgy is írtam kifele az erdőt, az lehetne itt ilyen sütögetős live, persze. Nem is rossz ötlet. Na, mindjárt belinkelem, gyerekek, itt vagyok, 64 nézők. Hát, Szolicius belinkelte. Jó, ránézünk, itt előveszik a hangot, nehogy berezonáljál, te fiú. Jó van, itt van a chat, oké. Okay. Szolid szűz az mester is, úgy látom, hogy itten sikerült neki belinkölni. Na, ez az Ádám, 911-en vagyunk, gyerekek, dobjatok ide is egy valamit, egy jelet, egy feliratkozást. Szia, Utho Pro, peace. Dobjatok egyet, aztán mennek fel a videók már. Most szerintem ide tőtöm fel, amúgy egy pakba feltőtöm. Komoly témáról is beszélek, meg most olyan videó lesz fenn, hogy még a hangot teszteltem, ugye kint ebbe a nagy szélbe, hogy mégis hogy vesz fel a... Na, találjuk már meg. Lehet kijelölöm így egy pakba az egészet. Melyik a 4K-s? Az a baj, meg lehet nézni. Meg lehet nyitni, de nem látom a részletek. Ez a 4K-s videó. Melyike, milyen a címe? Ez a 4K-s szerintem. 4K 60 FPS-ben ráadásul, így van. Akkor azzal kezdünk. És akkor most ide lesz az bocs, gyerekek. Nyomtam a szabot. Köszönöm, gyerekek, nyomjatok már ide a Ádám Mobil 2-re is egy szabot. 911-en, 912, 900 valamennyien vagyunk, az a lényeg. Na, várjál, mi is volt? Ja, 4K 60 FPS, Herbit-e. Szoktam nézni a Herbit, igen. Most van, amikor jobban nézem, van, amikor egy ideig nem, de persze, engem így inspiráltam úgy. 60 FPS teszt, ez, de szerintem jó, ez jó lett ez a teszt. Tehát, ez mi volt? Hoppá, leesett a Monster. Na, ezért nem rakom a Monster, leálljul, gyerekek. Nagyon azt akarja, hogy nem FST, hanem FPS, te. FPS. Na, és akkor megy fel az első videó. Az a baj, a 4K-s videók gyerekik, szök a 4K-s. De nem ez a fő csatira megy, na mindegy. Majd a vlogot töltöm fel akkor azért a kisebbik csatira. Oké. Okay. Mert ugye ígértem vlogokat a Ádám Mobil 2-re. Dobjatok egy szabot, gyerekek, legyünk már nem soká ezren vagyunk, legyünk már meg ezren. Ott is azt, akkor ott is lesznek live-ok is. Herbit nem nézem. Én szoktam nézni. Szia, László Zubor, peace. Közben itt kávézok, azt akkor nyomjuk fel a 4K-s videót. Én is kíváncsi vagyok rá amúgy. Visszajelzés küldése. Hát szerintem nyilvános, le se ellenőrzöm, amúgy biztos, hogy jól lett. Bár sokat szoktam pancserkodni, de... És akkor az a baj, 7 perces 4K-s videót, én nem tudom, mennyi idő lesz, mire feltölti. 13%. Na, de még mire feldolgozza 4K-ba, még az a jó, hogy ez ilyen rövidebb videó.
Úgyhogy Ádám Mobil 2 néven elérhető a másik. Ádám Mobil 3 is van. A betyárját. Hoppá. Hoppá, hoppá. Na, még jó, hogy le van fóliázom. Le van védve ez a Turbo Titán telefon, elég jó. Rakadtam rá fóliát, alig találtam rá, 5000 forint volt rá a fólia. Amúgy úgy, hogy azért nem sérül meg sosem, mert le van védve tokba, fóliázva. Párat már csattant a telefon. Hát ez ilyen előfordul, amúgy. Na, a 19%. Most gyerekek, elköszönök, mondom, Ádám Mobil 2-re iratkozzatok fel, azt megköszönném, jönnek a vlogok, meg aztán majd jövök még, mennyi az idő? Majd valami sütkéröző, délután folyamán, még mielőtt jön Szabina, majd sütkérözünk egy kicsit akkor. Ha azt szeretnétek, akkor nyomunk meg, hát nekem is kéne valami normálisabb kaját majd önni. Aztán ez van. Na, köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok, köszönöm a lájkokat, gyerekök. 15 like, 56 néző. Na, szép napot nektek, majd jövök még. Peace.